Egyre több az orvhalász. A tavalyi évben több mint 8 millió forint bírságot szabtak ki a Tolna megyei Horgász Egyesület Szövetségének hasznosításában lévő vízterületeken. Azonban a fel nem derített esetek száma ennél sokkal több lehet. A halőri intézkedések legtöbb esetben az iratok hiánya miatt történnek, de gyakori eset az élőhal szállítás is, ami a jogszabályok szerint állatkínzásnak minősül. Tehát a szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad, mondja Szakács Szabolcs, a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető elnöke. A jogosulatlanul forgalomba hozott hal esetében 100-től 500 ezer forintos bírságtételek vannak, és ugye itt ez fontos megjegyezni, hogy a fogási napló az nem igazolja az eredetét, a származását a halnak. A fogási napló állami jegy, területi jegy nélküli horgászat esetében a büntetési tétel minimum 65 ezer forint, ugyanez halászatnál 110 ezer forint. Március 3-ától a jogosulatlanul kifogott ponty értéke 15 ezer forintra emelkedett, vagyis ha valaki okmányok nélkül kifog és megtart egy 10 kg-os pontyot, akár 215 ezer forint összegű bírságot is kiszabhat. Szakács Szabolcs azt mondja, a halgazdálkodási feladatok, a halőrzés a tisztességes horgászokért történik. A rendszeres halőri ellenőrzések a szabálysértő horgászok kiszűrését célozza. Ebben az egyesület segítségére van a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A velük megkötött együttműködési megállapodás alapján sokszor közösen végzik az ellenőrzéseket. Ennek a lényege az, hogy a Dunaholtágon, a bogyiszlói, valamint a tolnai szakaszon számos alkalommal fokozott rendőri jelenléttel, illetve a halőröknek a segítségével próbálják meg kiszűrni azokat a horgászokat, akik nem legális módon akarnak a halhoz hozzájutni. Számos olyan orrfalászt fogtak kollégáim együttműködve a halőrökkel, amelyeknek az lett a vége, hogy az orrfalászokkal szemben büntető eljárást kezdeményeztek. Az elmúlt időszakban legutoljára húsvét hétvégén szerveztek nagyszabású akciót az egyenruhások.